bármi gondotok van kint, akkor egy gyöldjátok fel a biztosítót. Jó, ez rajta lesz az ilyen napadókat is belefogszatva, jó? Baleset, betegség és podgyász biztosítást is érdemes kötniük azoknak, akik külföldre utaznak nyaralni. Ezekhez 24 órás magyar nyelvű ügyfélszolgálat tartozik, ami bárhol és bármilyen körülmények között segítséget nyújthat, mondták el ebben a nyíregyházi utazási irodában. Az iroda vezetője hozzátette, az utasbiztosítást elég csak külföldre, illetve a külföldön töltött időre megkötni. Magyarországon azért tudjuk nagyon, hogy ugye van társadalombiztosítás annak, akinek van valamilyen ellátása. Tehát, hogyha magyar szakaszra nem nagyon kell kötni emiatt biztosítást, viszont ahogy átlép a határon, ugye ott már kell valamilyen biztosítással rendelkeznie, és hogyha valaki felmegy ugye a társadalombiztosítás honlapjára, és akkor ott is ki van írva nagybetűkkel, hogy kössön betegség, baleset, podgyász biztosítást, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye a biztosítást nem csak a személyre meg lehet kötni, hanem például a gépjárművekre, kutyára is adott esetben bármire megköthetők ezek a biztosítások, és a fedezet az pedig úgy van, hogy nyilván értelemszerűen minél kevesebbet fizet az utas, annál kisebb a fedezet, minél magasabb összegű biztosítást köt, annál nagyobb a fedezet. Tehát átlag azt lehet mondani, hogy ilyen 4-500 forintos napi biztosítással, ilyen 25-30 milliós biztosítás van betegség esetén, vagy baleset esetén, azért ami úgy gondolom, hogy azért árértékarányban már egy nagyon jó szolgáltatás, nem beszélve arról, hogyha kint olyan történne az utas, hogy valami miatt kórházba kerül, akkor a kórházi ellátást nem kell neki ott helyben kifizetni, hanem ezt majd a biztosító rendezi az adott kórházzal. Bicserdi Rita azt mondta, irodájukban az utazók jelentős része, közel 80%-a köt utasbiztosítást a nyaralás előtt. Hozzátette, azonban nem csak utasbiztosítást, hanem podgyászbiztosítást is érdemes kötni, főleg ha viszünk magunkkal elektronikai eszközöket, például telefont, laptopot vagy táblagépet. A podgyász sérülése vagy elvesztése esetén viszont figyelni kell a kárbejelentés előírásaira. Podgyászbiztosítás esetén nagyon fontos tudni az utasoknak, hogy bármi történik a podgyásszal, jegyzőkönyvet kell felvenni. Tehát, hogyha például repülőtéren sérülve kapja meg a bőröngyét, akkor jegyzőkönyvet kell felvetetnie, mert csak így érvényes a biztosítása. Vagy ha eltűnik, ellopják, akkor az adott rendőrségre be kell menni, be kell jelenteni, és hozni kell azt a jegyzőkönyvet, amit felvettek, és abba be kell diktálni, ugye, hogy mik is tűntek el tőle. Tehát nagyon fontos ugye a podgyászvédelme is. Az irodavezető hozzátette, az autós utazásokhoz feltétlenül ki kell kérni a jármű nemzetközi zöldkártyáját, ami a hazai kötelező gépjármű felelősségbiztosítást igazolja külföldön is. Az EU területén az úgynevezett rendszámegyezmény keretében történik a biztosítások igazolása, a külföldi útra célszerű azonban a kötelező biztosítótól kikérni a zöldkártyát, mivel az tartalmazza a biztosító nevét és címét, valamint a KGFB biztosító kötvényszámát. Károkozás során pedig a baleseti bejelentőn ezeket az adatokat kell feltüntetni.